Nem egészen 6 hónapja jártunk Balázs Piriék virágkertészetében, épp amikor a krizantémok virágozni kezdtek. Akkor a házigazda meginvitált bennünket egy tavaszi látogatásra, hogy lássuk a virágköntösbe öltözött kertészetet akkor is. Azt ígértük, eljövünk, és be is tartottuk ígéretünket. Igen, eltelt 6-7 hónap, de rengeteget is kellett tüzelnünk, az itt úgy gyorsan telik, de nem úgy telt el, hosszú utat él. Ahogy lássuk, itt vannak korábbi ütetésű muskántjaink, későbbi ütetések, ugye időszakaszonként van csinálva, hogy a piacot mindig tudjuk teríteni. Minden évben vannak muskántjaink, ugyanabban vannak nyári virágok is, még újabb fajta virágok, minden évben egy-két újabb virágot hozunk be termelésbe. Mellettünk egy gyönyörű bordó muskátli pompázott. A muskátli közé most ez a legújabb fajta, itt mellettünk is van. A színe véget is nagyon szép színű, sötét piros, és akkor nem folyós, se nem ülős, olyan csücsülős. Lehet akasztósakba is, lehet vájukba is tenni. Egészében virágzanak, nagyon nagy virágok vannak rajta, és mutatósak. A másik meg van egy újabb, megint a hátam, meg van ez a fehér fajta, nagyon növekedő, szépen növekedő, fehér, apró virágokkal van tele, és rengeteget virágz egész évben, bírja a napot nagyon, vagy locsonik sűrűn, de ezt lehet balkonokra, lehet bárhova tenni, vagy egy akasztós, ami folyik, mert 2 méteresen képes folyni, és beterít az egészet, tehát fehér virággal, sokáig tartsa virágját. A nevét nem tudnám megmondani, de a jászmin fajta virág, az illatos virágokhoz tartozik, de ez nem illatos, de nagyobb virág is, sokkal több virág van rajta. Tavasszal a legkeresettebb virág kétségtelenül a muskátli. Vannak az ülős muskátli, vannak a futó muskátli, a futók közt nagyon vezetői a szimpla futó, azért mert többet virágzik és hosszan virágzik. Van a dupla futók, ami rövidebbet futnak, de nagyobb mutatós darabos virágjai vannak. A virágok gondozása nagyon sok időt és munkát igényel. Ezek a virágok az ültetéstől kezdve megvan a munka állandóan, télen is. Télen kevesebb van ilyen kézi munka, de tüzelés, szellőztetés, permetezés az állandó megvan, és locsolás. Ilyenkor jobban megindul a locsolások, a virágoknak az elkészítése, szaporítása, permetezése, meg készítése a piacra. Most már oda indulunk lassan. Az ősszel még reménykedtek, de most már végképp úgy néz ki, hogy a családban nem lesz, aki folytassa a virágkertészetet. Pillanatilag úgy áll, hogy nem lesz, mert a fiam teljesen más irányba dolgozik, a lánya megint más irányba. Most befektetéseket nem nagyon végeztünk, mert ugye, ha volna valakinek átadni, akkor igen. De ez családi vállalkozás, de valamennyi munkás besegít dolgozni. A gazda véleménye szerint valami gond van a támogatások odaítélésével, hisz nekik nem igen jut belőlük, annak ellenére, hogy rendszeresen felújítják a gazdaság bejegyzését. Ezt a társadalom, vagy ez a vezetőség megkárosította ezeket a termelőket, akik nem ott fizetik a nyugdíjalapot, azért, hogy mi nem vagyunk termelők, ha bár én merem állítani 15-20 hektár értéket belefektetik ide, még annál több munkát is, ők az nem veszik igénybe, mert nem értenek hozzá, nem oda való személy osztják ezbe. Be van jegyeztetve, de csak azért, hogyha véletlen még beugrál valami a piacra, oda jön az egyik írásudatlan inspektor, amit abban is jártam vele, és bejelentett bennünket, hogy közben árjuk a virágot, kérték tőlem a papírt, hogy vagyok regisztrálva, igen, vagyok regisztrálva, mégis addig jutottunk, hogy csak bebizonyítottam, hogy termelő vagyok, és nem árultam az utcán. A virágkertészeknek még pályázatokat sem írnak ki. Direkt a virágra nem írnak, de fóliákra írnak, az azt jelenti, hogy konyakertészet, egy a korai termesztésre. De maga a virág nem írják, hogy arra adnak kedvezményes is. Mindegy, hogyha valaki erre is veszi ki, biztos adnak a fóliákra. Csak nekem most pillanat nincs rá szükségem, mert nincs, aki tovább vigye. A jövőt illetően Balázs Piriék igencsak borulátóak. Hát ezt nem véletlenül is mondanánk rá, hogy nagyon nagy reményünk van hozzá, mert maga a mezőgazdasági termékeknek a terméseit se tudjuk eladni jó formán, jó az idék is jobb út, mert sok mindent tönkrement, de maga nincs van ittnek, magyar elmondva pénzük abszolút, és akkor jobb, hogy biztos egy kiló krumplit vesz még, mint hogy egy virágot vegyen meg. Úgyhogy nagyon félünk az idei évtől. Mind a buzána és mind a miénk azt mondta, hogy rengeteg buzánk hazudtak, azt átvették 10-12 dinár, most még 20 dinár, még 30 dinár kilója buzának. Gondolom, ezek a téves ugrasztások, amik nálunk léteznek, ezt a termelő nem tudja. És azt mondjuk, hogy a termelők nem lehetnek okosak, esetleg szerencsések. 2 éve örös vagy, mert szuper első osztályt öntöztem ki a gyümölcsösbe, tárcsáztani, mert nem költ a kutyán, se 8-10 dinár. Az almát, ami mostan 40-50-nál öntöztem ki, tárcsáztam be. Úgyhogy itt nem lehet, azért mondom, hogy nem lehet tudni, mit kell termelni, mikor. Mert nincs, aki megszervezze.
Beszélgetésünk idején Ilona, a gazdasszony a virágok között szorgoskodott. Ő az, aki napi piacozással igyekszik értékesíteni a portékát. Mint mondja, az idén még a piaci idény kezdete is eltolódott. Tavaly ilyenkor már piacoztunk, március 28-án kezdtük a piacot, de most az idő miatt, hogy ilyen változékony az idő, meg a hidegek, a reggelek, még nem indulhatunk meg vele, mert az emberek finek megvenni a virágokat, mivel hogy finek, hogy megfagynak, meg a szél is összeveri őket. A vásárlók több szempont alapján döntenek egy-egy virág megvásárlása mellett. Nézik azt is, hogy mennyibe kerül, de azért azt is nézik, hogy milyen helyre, milyen virágot vegyenek, és akkor általában én meg szoktam nekik mondani, hogy milyen fekvésű déli vagy északi fekvésűre miért vegyenek, és azért általában ennyi év után már hallgatnak is rám, hogy miért, tehát megbíznak bennem mindig. Amennyiben Horgoson kellene eladni a virágokat, Balázs Piriék nyilván Koldusbotra jutnának. Itthon nem kellendő a virág. Horgoson egyáltalán nem, és szerintem ez úgy van mindenütt, hogy az ember, ahol saját falujában nem lett profita. Kanizsára járok piacra évek óta, Zentára, Adára, meg Szabadkára. De ezt minden napi szinten csinálom, tehát ahogy megindul a szezon, azon, amikor elkezdek az első naptól kezdve, akkor 3 hónapig minden áldott nap megyek, még vasárnap is. Valahol 2-szer, valahol 3-szor is megjelenek ugyanazon a helyen, de azok a piacok legjobbak, mint például Ada, azért, mert ott nincsen széthúzva, ott be van zárva a piac, és csak kedden, szombaton van kinyitva, és akkor ott szinte azra 2 napra tömörődik a piac, és akkor olyan gyors piacok vannak, nem úgy, mint Kanizsán is, most már elhúzzák, egész nap vannak piacok, meg minden nap, még Zentán is ugyanez a helyzet. Tehát mindig azokon a piacokon a legjobb árulni, amelyik be van zárva, és csak 2 nap van nyitva, vagy esetleg 3. Egyre többen árulnak virágot a piacokon, Ilona azonban nem tart a versenytársaktól. Most már egyre többen vannak a piacon jelen a virágokkal, pláne Zentán érzékelhető, mert Zentán úgy lett kialakítva, hogy vagyunk egy olyan virágpiacszerűség, hogy úgy el vagyunk különítve, és olyan 10-16-an vagyunk szinte egymás mellett, de én úgy vagyok vele, hogy engem senki nem zavar, mert úgy érzem, hogy az egészséges konkurencia az csak motivál a még több, meg a jobb minőségre, meg a munkára is. Eddig minden évben sikerült, teljesen minden évben sikerült eladni az egész virágot, avval, hogy a Gabi besegített, és néha a nagybani piacra elment Beográdba, de különben mindig. De avval, hogy minden nap hajnalba kellek is megyek a piacra, és 3 hónapig megállás nélkül minden áldott nap viszem a virágot, így. De az idei évtől én is nagyon félek, azért, mert nagyon hosszú volt a tél, az embereknek nagyon sokat költ a tüzelésre költeni, ugyanúgy nekünk is a költségeink emelkedtek, viszont én szerintem a költségeket nem tudjuk az emberekre rávinni, nem tudunk árat emelni, és a másik meg az, hogy hosszú volt a tél, és ők is kiköltekeztek is, akkor nem gondolom, meg hát ugye más minden emelkedett, az élelmiszertől kezdve minden is, majd az vesz virágot, akinek nagyon fontos vagy muszáj, meg hát aki nagyon szereti. Az árakon nem tudnak és nem is akarnak változtatni. Egy ilyen újfajta muskántlé 700 dinárba fog kerülni, ami máskor mindig ilyet 10 eurói adtunk, tehát 1000 dináron fölül adtuk. Most meg már tavaly is 6-700-nál adtuk, most 700-i, hát meg a piactól függ, majd meg a kereslet kínálat alapján fog majd működni. A virágkertészetbe befektetni már nem akarnak, de szeretnék csinálni, ameddig csak bírják, ameddig lesz értelme. Nagyon szeretnénk tovább folytatni, én nagyon szeretnénk meg nagyon szeretnénk fejleszteni, és csak nincs kinek átadni, és ez nagyon sok pénz. Azt nem mondom, hogy nem bírnánk fejleszteni, meg szerettem volna, és mert én pici korom óta nagyon szeretem a virágokat. Ezt jó, mindenki is tudja, de nem tudom kinek fejleszteni azért, mert nincs kinek átadni. De ha átadnánk, akkor egész másképp néznek itt minden. A virágnak manapság biztos piaca nincs. Ha lenne, az őket is motiválna a folytatásra és fejlesztésre, még akkor is, ha tudják, hogy nélkülük a családi vállalkozásnak vége. Addig azonban dolgoznak hajnaltól hajnalig, szebbnél szebb virágaik pedig ott pompáznak a vásárlók ablakaiban, teraszain, kertjeiben, Szabadkától egészen Belgrádig.